Honnan jött a társasjáték vetélkedő ötlete? Hát igazából összeültünk így néhányan barátok, és nagyon szeretünk társasjátékozni. Majd jött egy ilyen megvilágosodás, hogy nekünk egy ilyet kéne csinálni ide Pétre, mert biztos rajtunk kívül is vannak, akik szeretnek társasozni. És honnan vettétek a koncepciót, egy látni ilyet máshol is, honnan jött az egész, hogy hogyan fogjátok fölépíteni? Hát én voltam párszor így Budapesten így a Barcraftban például, aztán onnan jött, hogy valami hasonlót itt. Az a baj, hogy a környéken sehol nincsen, legközelebb Budapesten. És hogy lehetne akár valamit így legfeljebb havi rendszerességgel, vagy akár kicsit, hogyha beindul a dolog, kicsit gyakrabban is csinálni, aztán úgy jutott eszembe ez, hogy akár lehetne például itt a műfázba, vagy akár valamelyik kocsmába, de azt én annyira nem tartottam ő ötletnek, mert hogyha esetleg ilyen kisebb gyerekek jönnének, mint ahogy például most vasárnap, akkor azok nem biztos, hogy olyan jól mutatnának abba a környezetbe. Hányan voltatok összesen szervezők? Négyen voltunk főszervezők, viszont voltak társszervezők a több játéknak a lebonyolítására, viszont négyen szedtük össze a 25, 6, 7, kb. 30 játékot. Mi volt a felosztás, meg voltak a külön feladatok, hogy ki mivel játszik, kikinek mi a feladata? Hát igen, meg volt. Tehát voltunk akik ketten, igazából akik feleltünk az informatikai háttérért, mert ezzel foglalkozunk egyébként is, tehát a Facebook oldalnak a létrehozása, reklám hasonlók, akkor a Marknak volt a feladata összeírni a játékokat, hogy mégis legyen valami leírás, amiben az emberek tudják, hogy mire számíthatnak. A Dani készítette a képanyagot, a fotókat nagy részt, de ugyanúgy játszottunk mindannyian, mint ahogy mások. Mettől meddig tartott a rendezvény, milyen hosszú volt? Délelőtt 9-től este 6 óráig, viszont úgy gondoljuk, hogy a következő rendezvényt mindenképpen szűkebbre kell tervezni, mert nagyon nagy volt az időintervallum, és sajnos több rendezvénye azonos időpontra szerveztük, úgyhogy ez a közeljövőben mindenképpen jobban át lesz gondolva. Milyen játékokat lehetett kipróbálni? Hát hoztunk egyszerűbb ilyen társasjátékot, amik így, hát majdnem minden másik háztartásban így megtalálhatók, ilyen ötödölők, meg volt azt hiszem honfoglaló is, meg hasonlók, de úgy gondoltuk, hogy az lenne az ötlet, hogy ilyen a nagy közönség által kevésbé ismert játékokat, mint például így a Doom-ot, meg Munchkin-t, hasonlókat hoztunk, hogy azokat így megmutathassuk a pétfürdő lakosoknak, meg akik érdekel. Milyen volt a fogadtatás? Hányan látogattak el a rendezvényre? Egész sokan voltunk egyébként az elképzeléseinkhez képest, mert igazából azzal számoltunk, hogy mivel első rendezvény, ezért így egy-ketten talán megjelennek, viszont voltak olyan pillanatok ezen a délutánon, amikor az összes játék ment. Mármint nem mind a 30, hanem amik ki voltak pakolva. És igazából szerintem jól fogadták az emberek. Említetted, hogy vannak az átlag fogyasztók számára kevésbé ismert játékok. Változott a divat? Mik a mostanában kedvelt társasjátékok? Én azt vettem észre, hogy például vannak kifejezetten parti játékok, amik az ilyen 18-20 éves korosztálynak vannak kitalálva, mert szerintem azt vették észre egy időben, hogy mindenki úgy volt, hogy hát társasjáték unalmas, meg hasonló, és kifejezetten ennek a korosztálynak kezdték el játszani azokat, például a korábban említett Munchkin-t, ami kifejezetten arra ment, hogy poénra van véve, és hogy marha jókat lehet rajta röhögni, és hogy ezzel gyakorlatilag újra összehoz egy társaságot, hogy ilyeneket játszanak, és ilyen kulturált szórakozás céljából igazából vannak még hasonlók, amiket vittünk, a Cards Against Humanity, ami még egy ilyen, az is szimplán, hogy szintén ilyen újabb partijáték, csak az ilyen elvont, igen, ilyen morbid gondolkodású emberek számára. Van amúgy alapvető különbség a régi módi és az új társasjátékok között? Mindenképpen van, hiszen a kinevete végén megváltozott különböző stratégiai és ügyességi elvek alapján.
ezen a programon kívül így köztetek, vagy a baráti társaságban hagyománya van akkor a társasjátékozásnak? Igen, elég nagy hagyománya lett így az utóbbi időkben, mert egy darabig nem nagyon tudtunk kivel játszani, így ketten-hárman összeültünk, viszont azért most már kezd kialakulni egy olyan fix csapat, akikkel le tudunk ülni játszani, és olyan rendszeresen. Mennyire jellemző a női társaság? Hát igazából az én baráti társaságomban nagyon csekély a létszáma, mindig csak így valakinek a barátnője szokott így úgymond beesni így a dologba, de mindenképpen pozitívan szokták fogadni az ilyen ezeket a játékokat. Úgyhogy szerintem van rá kereset a női részről is. Meg tudjátok esetleg nevezni a legbonyolultabb vagy a leghosszabban végigjátszható társas játékot? Hát szerintem egyértelműen a rettegés Arkhamban volt, az amelyik a legbonyolultabbnak tűn nekem. Viszont a Márkék játszottak egy igen bonyolult játékot, nem is tudom melyik volt az. A Doom. Ja, a Doom. Elmondod? Abban az volt mondjuk a vicces, hogy az volt talán így a korábban említett rettegés Arkhamban játék mellett a másik ilyen hasonlóan bonyolult, és hát két ilyen körülbelül 6 éves kisrác ült le oda velem játszani, mert hogy őket az érdekli, én meg így vakartam a fejemet, hogy hát ez nem egészen a ti korosztályatok, de próbáljunk meg kihozni belőle valamit, és így tényleg így úgymond saját ilyen otthonról hozott szabályok szerint játszottak, de attól függetlenül én is jól szórakoztam rajta. Nem felejtem el, régen mi gazdágot gyokosan osztunk, talán 5-6 órákat is vannak még ilyen szintén nagyon hosszú játékok? Mindenképpen, tehát amit én vittem rizikó, ez röviden arra szól, hogy 6 különböző kontinens fel van osztva, lehet szövetségben lenni egyénileg bárhogyan. Ez nekem a leghosszabb játék 12 óra volt, ami végig játszott játék. De minden társaságtól függ, tehát ha valaki előbb ki akar szállni, előbb vége lesz. Ha mindenki végig szeretné játszani, akkor akár egész nap. Van egy közös kedvenc játék a csapatnak, és ha igen, akkor miért az? Hát amivel sokat szoktunk játszani, az a Catan telepesei játék, mert egyrésztről ez volt a legtöbbet nálunk a nyár folyamán, mert akkor kezdett kialakulni ez a csapat, és ezzel tudtunk a legtöbbet játszani, mert a többiben vannak ilyen kölcsönkért játékok hasonlók, amik nem elérhetőek minden alkalommal, viszont ez egy saját játék, ezt bárhol tudjuk vinni. Mit gondoltok, tanítanak valamire a társas játékok? Fejlesztenek valamilyen kompetenciát? Szerintem vannak kifejezetten olyanok, például a Doom is, hogy megtanítják csapatba játszani az embereket, mert annak az a lényege, hogy van 4 katona, meg vannak a szörnyek benne, egy játékos irányítja a szörnyeket, 4-en pedig a katonákat, és ott elég rendesen az együttműködésre vannak utalva, mert különben hamar elhullanak. Úgyhogy vannak kifejezetten ilyen tanító jellegűek, amiknek ez a lényege. Például még ott van a honfoglaló is, meg a legyen is milliómos, ahol például tanulni is lehet. Lesz folytatása a programnak? Mindenképpen szeretnénk, viszont idén már nem, mert mindenkinek megvan egy különböző elfoglaltsága, de a legközelebbi időpontot januárra tűztük ki, pontos időpontot még nem tudunk, viszont mindenképpen előbb fogjuk reklámozni, hogy még többen jöjjenek. Az előbb pont említetted, hogy miben lesz más a következő. Tanulópénz volt ez az első, és ha igen, akkor tudjátok már, hogy hogyan kell a következőt? Mindenképpen jó, tehát mindenképpen tanulópénz volt az első, és sokkal jobban át fogjuk gondolni a következőt. Pontosan azért, hogy ennyire hosszú játékaink ne legyenek, mert tényleg, ahogy Márk említette, 6 éves kisgyerek nem fog leülni egy olyan játékra, amit 6 óráig lehet játszani, mert nem fogja végigvárni.